2017. március 1-én egy hatalmas, több mint 4 méteres, jól becsomagolt hengeren hozták elő az Aradi Múzeum raktárából Feszti Árpád Krisztus temetése című hármas képét, amelyet szokás triptikonként is emlegetni. Csak nem 70 éven keresztül lapult a múzeum raktárának mélyén. Bár ez a legszárazabb tény, koránt sem a kiinduló pont. Még 2005 körül egy a magyarországi Blikkben megjelent cikk nyomán az Aradi Kölcsei Egyesület úgy döntött, megbolygatja a sötétbe száműzött hatalmas hármas kép ügyét, mint hogy másfél évtizeddel a rendszerváltás után ugyan miért is lenne rejtegetni való egy bibliai tárgyú, impozáns műalkotás, amely tartalmát tekintve semmiféle ideológiával nem ütközhet, nemzetiségi érzékenységet nem sérthet. Próbálkoztunk már a Szabadság szoborral párhuzamosan, de akkor az sokkal nagyobb falat volt tulajdonképpen, és ezért ez háttérbe szorult. Nos, elindult a folyamat, az Egyesület hát a maga szerény eszközeivel ugye megpróbált mindent megtenni érte. Szerveztünk konferenciát, egy adott pillanatban Szent Király professzor is itt volt lenn Aradon, ugye az a Munkácsi trilógia restaurálása után volt, tehát a Munkácsi trilógia mint egy előképe a Feszti triptikonnak, és ezért úgy éreztük, hogy ez akkor egy ilyen adekvát bevezető lehetne a triptikon felvezetéséhez is. Mindezt a lehető legnagyobb publicitás mellett tettük. Tehát mondjuk a Városháza dísztermében tartottuk a konferenciát, 150-200 ember jelenlétében. Akkor ez egy óriási jelentőség volt, és mindenki ugye nagyon érdeklődött utána, a karzat is tele volt a Városháza nagy termében. Azután úgy kézre jött nekünk, hogy Arad megpályázta Európa Kulturális Fővárosa címet. És hát egy gyönge pillanatában a megyei és városi tanács a civil szervezetektől is kért javaslatot. Hát akkor mondjuk itt a pillanat, ugye nem ez volt az egyetlen, hanem 5 vagy 6 javaslatot nyújtottunk be. Lassan szépen mindegyik ugye beteljesedik, ugye ma most a Feszti triptikonnak a falra emelése megtörtént, és az egyik a triptikon volt, és láss csodát, mindenki, csúnyán mondjam, ráharapott. Egy csodálatos művészettörténeti eseménynek lehetünk majd a szemtanúi, hogyha ez tényleg megtörténik. Aztán Arad ugye elvesztette, illetve nem került be még a döntőbe, se Temesvár lesz Európa Kulturális Fővárosa, viszont a téma az megmaradt, és hát mondjam úgy, hogy nem hagytuk elaludni. Kiadtunk 2 nyelvű tanulmányt a triptikonról, úgyhogy a könyv egyik oldala ugye magyar feliratú volt, címlapú, ha megfordítottad, mert akkor román, hogy kerüljön be a román köztudatba is, hiszen nincs ezen mit sem szégyelni, sem félni egy ilyen képtől. És akkor fokozatosan hát így kerültünk el a mai napig. Közben ugye voltak ilyen felemelő, szinte apotetikus pillanatok, amikor ugye kibontottuk a képet. Hát mindenki fogdosta ott a kép szélét, hogy ugye a hengerről lekerüljön. Ez volt az első igazán nagy látványos jelenet. Akkor is voltak persze ilyen érdekes, mert senki nem tudta például, hogy a Litzenmayer kép is rajta van a hengeren. És akkor elkezdtük bontani, és megjelentek püspök süveges alakok, mondtam, hogy gyerekek, itt baj van, ez nem a Krisztus temetése, mert ott azért még nem voltak püspök süveges úriemberek. No hát ugye kiderült, hogy mivel a szélesség a két képnek körülbelül azonos, hozzá volt fércelve a Litzenmayer, és ez volt az első kép, ami lekerült a hengerről. Jó állapotban voltak a képek. Én akkor még azt is megreszkíroztam, hogy azt mondtam, hogy ó, hát egy vidéki múzeum ezt simán felfeszíteni vakkeretre és már is falra tenni. Még Szent Király professzor, ő is itt volt akkor, és még egy ópusztaszerről, meg Szebenből is az az úriember, aki ugye végül restaurálta. Tehát mindenkinek a véleménye az volt, hogy a kép nem szenvedett komolyabb károsodásokat, apró kis lepergések voltak, és hát természetesen a 70 év, ami a hengeren töltött. Az RMDS tanácsosoknak ugye jelentős szerepe volt benne. Nem az, nem vagyunk mi olyan sokan. Viszont az, hogy egyfolytában ugye mondjuk, tehát nem hagyjuk elfelejteni az ügyet, ez nagyon-nagyon sokat számított. Emiatt ugye a megyei tanács, mivel a fenntartója a múzeumnak a megyei tanács, hát fokozatosan ugye pénzeket osztott le a restaurálásra. A nagy baj az volt, hogy sajnos a képtári termek is tönkrementek, mert a
szocialista vívmányokat dicsőít 1977-es kiállítás után, ugye 90-ben, hát ezt lebontották, és ott maradtak a puszta termek, és tekintve, hogy világító ablakos megoldás van, hát ugye az teljesen tönkrement, beáztak a termek, úgyhogy talán még nagyobb anyagi áldozat volt ennek a két teremnek a rendbetétele. Lincemeyer Sándor képe azzal az anyagcsoporttal került ide, amit 1913-14-ben a Szépművészeti Múzeumtól kapott az Aradi Múzeum, és tulajdonképpen a két nagyméretű képnek, vászonnak az egyike, ugye Feszti triptihonja mellett, és igazából Lincemeyer Sándor képe volt, nem csak átvitt értelemben, ami megóvta Feszti képét, hiszen együtt voltak feltekerve, és a Lincemeyeré volt fölül, némi meglepetést is okozott, úgy tudom, amikor ez előkerült. Maga a kép kifejezetten nagyméretű, talán 3,5-szer 5 méteres képre kell gondolni, és hát így jól illeszkedik abba a historizmus által preferált témakörbe, amely Mátyás királynak a diadaloktól kísért időszakát idézi meg. Egy kicsit más ízben talán, mint a Lincemeyer kortársai által megfestett képek, akár a Nemzeti Múzeumnak a freskóira, vagy a Tudományos Akadémia freskóira, hogyha gondolunk, ahol Mátyás mindig a tudósai, írói körében trónoló pozícióban már a meglett királyt, magát ábrázolják. Itt pedig azt a pillanatot örökítette meg Lincemeyer Sándor, amikor Podjebrád György udvarában, az ott fogságban lévő királynak hírül hozzák a megkoron, illetve hát a királyá választását tulajdonképpen, amikor az országgyűlés döntött arról, hogy Mátyást választják királynak, akkor Szilágyi Mihályék egy Vitéz János által vezetett küldöttséget küldtek el Podjebrád udvarába, és tulajdonképpen ekkor hozták haza Mátyást. Ezt a pillanatot örökítette meg Lincemeyer Sándor. Az aradi képtár voltak éppen a Kultúrpalotával egyidős. 1913. októberében nyitották meg. Az induláskor az itt látható alkotások java része magyar képzőművészeti anyag volt, amelynek reprezentatívabb darabjait a Budapesti Szépművészeti Múzeum helyezte ide letétbe. Többek között Munkácsi, Keleti Gusztáv, Tán Mór, Orlai Petri Csoma, Girgl Alajos, Barabás Miklós, Locz Károly, és persze Lincemeyer Sándor meg Feszti Árpád tablóit. A képtár állandó jellegű román művészeti részlege 1927 után gyarapodott látványosan, ekkor nyílt először tárlat román képzőművészek alkotásaiból. 1949 után a gyűjtemény számos újabb olasz, flamand, francia, osztrák, magyar és román alkotással, festményekkel, bútorokkal, kárpitokkal, szobrokkal gazdagodott tovább. A Kultúrpalota képtárának gyűjteménye 1977-ig volt megtekinthető. Ez évben, amint erre már Fekete Károly is utalt, a képtár műalkotásait eltávolították, ezek helyére a kor aktuális ideológiájának megfelelően a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építését bemutató tárlat került, amelynek levitézlése után az emeleti termek alaposan lelakva üresen maradtak. A virózis járvány két szűk esztendeje után 2022. májusára sikerült eredeti pompájában helyreállítani a termeket, amelyekben ismét a múzeum képtára kapott helyet, a Feszti triptikon és a Lincemeyer Sándor tabló is. Az átadási-avatási ünnepséget a Kölcsei Egyesület által szervezett mini konferencia előzte meg, amelyen a képekkel, kivált a Feszti remek művel foglalkozó szakértők, a megyei, városi elöljárók, a múzeumi szakemberek és az aradi érdeklődők mellett Feszti utódok is megjelentek. Feszti Árpádhoz való viszonyom az olyan, hogy a dédnagy papámnak a testvérbátyáról van szó. Most az én nagyapám, az 17 éves volt, amikor Feszti Árpád elhunyt, gyakorlatilag egész gyerekkorában egy nagyon meghitt jó viszonyban voltak Árpád bácsival. Így beszélt róla, mindenkiről így beszélt, az összes testvérről. Nagyapám úgy beszélt, hogy az ember azt hitte, mindjárt előjönnek valamelyik ajtó mögül. És talán ennek is köszönhető az, hogy nagyapám felkarolta ezt az árpádi hagyatékot, hogy nem engedte a maga lehetőségéhez képest a feledés homályába merülni.
sem a személyét, sem az alkotásait. Na most én a nagyapám révén hallottam először a triptikonról, amiről nem tudtuk, hogy hol van, azt se tudtuk, hogy megvan-e. Ha igen, milyen formában. Csak egy családi legendárium kötődött hozzá, hogy a Vilmos német császár ennek az alapján udvari festői állást kínált az Árpádnak, amit ő visszautasított, mondván, hogy ő csak a saját népének tud festeni. És hogy a nép alatt az Árpád mit értett? Mindenkit, aki az akkori Magyarországon élt. Neki volt egy nagy álma, amit sajnos nem tudott megvalósítani már, hogy egy hatalmas felvonulást szervezni Budapesten, ahol az akkori Magyarországnak az összes népe és nemzetisége a saját viseletébe mutassa meg magát, hogy mindenki lássa a másikból, hogy mennyi mindenből, mindenkiből tevődik össze ez az ország. Úgyhogy amikor meghallottuk a triptikonnak a feltámadását, akkor nagyon megörültünk, de hát voltak bennünk félelmek is, pont a körkép tapasztalatai kapcsán, hogy több évtizedekig tartottam, amíg a körkép végül is méltó helyére és méltó formába újra kiállításra kerülhetett. De hát itt ehhez képest rapid gyorsasággal történt minden, ugye, és ha jól érzékeltem a hozzám eljutott információból, gyakorlatilag a koronavírus járvány akadályozta meg az elmúlt két évben azt, hogy már a nyilvánosság látogathassa és nézhesse a képet. Ami nagyon megdöbbentett egyébként pozitívan a mai napban, az egyrészt az, hogy milyen grandiózus módon lett megszervezve ez a konferencia. Tehát beleértve akár ilyen apróságot, hogy tolmácsgép, szinkron tolmács, fülre, olyan sok minden apró dologra van odafigyelve, ami együtt kellett ahhoz, hogy egy nagyon magas színvonalú rendezvény alakuljon. És ami nagyon kellemesen meglepődtem, hogy megyei előjáró és nagyon magas tisztviselők megjelentek, és nem csak egy pár perc erejéig voltak itt. És hát itt zárójelben el kell mondanom azért azt, hogy én Nyitra megyében élek, Szlovákiában, nem emlékszem arra, hogy a Nyitra megyei előjáró valaha is egy ilyen volumenű, elsősorban magyar múltat érintő, vagy magyar vonatkozású eseményen a tiszteletét tette volna. Ezt azért haza fogom vinni, ezt az üzenetet a mieinknek. Feszti Árpádnak a magyarok bejövetele körképe mellett a korban az egyik főműve volt a Krisztus temetése elnevezésű triptihon, amely a századfordulón készült, 1899. október és 1901. márciusa között dolgozott rajta a festő. A születési hely az pedig nem Magyarország, ennek az az oka, hogy a vele egyháztartásban élő apósa Jókai Mór egy 50 évvel fiatalabb hölgyet hozott a házhoz, Nagy Bella színésznőt, és hát az emiatti botrány elkerülése véget Árpád és felesége Jókai Róza Firenzébe költöztek. Úgyhogy Firenzében alkotta meg a Piazza Donatellon lévő műtermében Feszti Árpád ezt a hármas képet, amely már a mérete miatt is gondokat okozott, úgyhogy két műtermet kellett bérelnie egyáltalán a létrehozásához. A tervet azt régóta dédelgette magában, már az 1890-es években megfestette azokat a képeket, amelyek mint egy tematikus előképeinek tekinthetők a triptihonnak, vagyis 1880-ban a Golgota című műve, amely a három keresztet ábrázolja a Koponyák hegyén, aztán egy Lejövetel a Golgotáról című művet is ismerünk, sajnos csak a címről a kép az nem maradt ránk, illetve amivel a Képzőművészeti Társaság aranyérmét is elnyerte, a Sirató asszonyok Krisztus sírjánál, ez gyakorlatilag pontosan megegyezik a triptihon harmadik képtáblájával. Tehát ezt a három darab művet rendezte egy hatalmas hármas képpé 1899-től. Ismerünk elővázlatokat, közvetlenül a magyarok bejövetele után kezdett el dolgozni ezen a művön, vagyis az 1890-es évek közepétől kezdve készített kompozíciós tanulmányokat. A népszerűségét mutatja a műnek, hogy számtalan reprodukció is készült róla az 1900-as évek elején, úgyhogy gyakorlatilag sokáig csak innen ismerhettük magát a képet, amely most szerencsés módon élőben is a szemlélők elé tárul. Már a korban rendkívül ünnepelték ezt a hármas képet, és Munkácsi Mihálynak méltó utódját látták Fesztiben, már csak azért is, mert hogy Munkácsi trilógiája is ugyanezt a témakör dolgozza föl, gyakorlatilag azon
eseménysornak a folytatása, ami megjelenik Festinek a triptihonján, vagyis a keresztről való levétel, a temetési menet és a Krisztus sírjánál gyászoló asszonyok, amelyek láthatóak a képeken. A Krisztus levétele a keresztről esetében magát Festit is láthatjuk, ugyanis önmagát ábrázolta a hóhér szerepében, aki éppen leereszti Krisztus testét a keresztről, amelyet édesanyja Szűz Mária ölel át, illetve Mária Magdolna tartja a lábát, Arimátiai József az, aki vörös köpenyben még segít tartani ezt a holttestet. A középső és legnagyobb méretű jelenet, amelyen a legtöbb bibliai szereplőt felfedezhetjük, úgyhogy ott Krisztus oldalán Arimátiai Józsefet láthatjuk ismét, akinek egy pár nappal ezelőtt bukkant elő a vázlata egy ismerősömnek a birtokából, és hát ebből megtudtuk, hogy Sturm Albert újságíró, akit Árpád fölkért, hogy modelltáljon. Valószínűleg mindegyik szereplőnek megtalálható a modellje Árpád baráti körében, ismerősei körében. Ez egy jellemző alkotási mód volt a festőművészre. A Krisztus holtteste mögött Szűz Mária látható, akit a Krisztus kedvenc tanítványa Szent János támogat, illetve a bibliai szereplők között még fölismerhető a menet végén Márta, aki vendégül látta Krisztust, mellette pedig a feltámadt Lázár. A kritikák azok kiemelik az előtérben lévő két különleges nőalakot, a mester ilyen megformált korsót tartó fiatal hölgyet, illetve a baljós latú kezében kosarat tartó idős nőnek az alakját. Mind a két képen föltűnik egy fekete köpenyes nő alak is, Krisztus keresztje oldalán, illetve a temetési menet esetében a legvégén. Ez a kérlelhetetlen és közönös végzetnek az allegóriája. A legdrámaibb jelenet az a triptihonnak a harmadik táblája, a siratás. Négy Mária, Szűz Mária, Mária Szalome, Mária Magdolna és ifjabb Jakab apostol anyja Mária, akik feltűnnek, a gyász különböző fázisai, amelyeket megjelenített itt Festi. Őt mindig is izgatta a szenvedés, illetve a fájdalomnak a megjelenítése. Ez tökéletesen látható a triptihon esetében, hogy a legkülönbözőbb lélek állapotokban vannak ábrázolva a szereplők, és hát ezeknek a mesterkészség nélkülisége, vagyis a természetessége az, amely mindenki számára befogadhatóvá teszi ezt a grandiózus művet. Ez is volt Festinek a szándéka, hogy átéljük az eseményt. Úgy érezzük magunkat, minthogyha mi is részesei lennénk az emberiség szempontjából nagy fontosságú eseménynek, úgyhogy a életnagyságunál nagyobb alakok, a festési mód, a grandiózus nagyság, az mind ezt a célt szolgálja, hogy átélhetővé tegyük Krisztus áldozatát. Több mint 10 éve foglalkozom Festinek a munkásságával és művészetével, és bevallom, a 2016-os konferencián én kételkedtem abban, hogy én ezt a képet eredeti pompájában valaha látni fogom. És azt kell, hogy mondjam, hogy eddig ugye csak műlapok, meg képeslapok alapján ismertük, ami egy töredékes ismeretet nyújt eredeti alkotáshoz képest. Úgyhogy én nem vártam ekkora megdöbbenést, én azon csodálkoztam nagyon, hogy a Festire addig jellemző akadémista, hát szinte fényképszerű, pontosságú festési mód helyett itt egy abszolút modern képpel találkozhatunk. Az impresszionisztikus részletek sokasága, a modern festési mód, én úgy gondolom, hogy valóban egy kiemelkedő műalkotásra avatja ezt a művet. Úgyhogy a magyar művészetnek az egyik leghíresebb alkotása kellene, hogy legyen ez a triptihon, és remélem, hogy az is lesz újra rövid időn belül. În anul 2017 am fost invitat de către Complexul Muzeal Arad să constatăm starea de conservare a lucrărilor realizate de către Festi Arpad și de către Litzenmayer, lucrarea mare cu Matei Corvinu. Atunci am văzut pentru prima dată o lucrare deosebită în lucrarea lui Festi Arpad, tripticul. Lucrarea pe care am început să o restaurez în anul 2018, în atelierul meu privat de restaurare,
Iar, datorită dimensiunilor impresionante ale lucrării, care e una atipică, una dintre cele mai mari pe care le-am restaurat de-a lungul carierei, are undeva la 13 metri și ceva lungime pe 4 metri înălțime, a trebuit să concep fiecare pas al restaurării cu tot felul de probleme pe care le-am întâlnit. Respectiv, în momentul când lucrarea intră la mine în atelier, primul lucru a trebuit să stau să inventez o masă de lucru care să-mi permită să execut operațiuni de restaurare complexe, care necesită foarte multă atenție, să le realizez în plan orizontal, iar masa respectivă trebuia să fie prevăzută cu doi tamburi, asemănător unui aparat de fotografiat cu film, care rulează filmul de pe o rolă pe cealaltă și își expune o parte din el în momentul expunerii. Probleme foarte interesante am văzut pe lucrare. În momentul când am vizualizat-o cu lumina ultravioletă, am determinat că pictorul Festi a avut o etapă ulterioară, o a doua etapă de lucru pe lucrarea aceasta, respectiv, datorită rulării ei, au fost produse tot felul de clivaje și lacune stratigrafice, iar de-a lungul timpului, ulterior, el revine asupra lucrării și îmbunătățește aspectul estetic al lucrării cu noi elemente de decor. Operațiunile, în general, operațiunile de restaurare au fost absolut banale pentru mine, pentru experiența mea de lucru și tipice pentru lucrări de sfârșit de secol 19, început de secol 20. Dar, cum spuneam, singura mare problemă care la tot pasul mă confruntam cu ea era dimensiunea lucrării. Respectiv, aveam momentul în care lucrarea trebuie montată pe o ramă și a trebuit să concep o ramă modulară care să poată fi dezasamblată și reasamblată și care să-mi permită să pot introduce în muzeu. Un alt moment important în operațiunile de restaurare a fost momentul când lucrarea trebuia montată pe perete. Respectiv, în momentul respectiv a fost o problemă în a face un fel de coreografie a lucrării. Pentru că, în general, montarea lucrării pe perete constă în a bate un cui pe perete în care se atârnă un tablou. La o lucrare de 14 metri lungă a fost o problemă importantă. Am lucrat la un moment dat cu 15 oameni din Complexul Muzeal Arad, cărora țin să le mulțumesc. Az Aradi Múzeum Együttes Képtárának hivatalos megnyitója a városi és megyei helyhatósági elöljárók, múzeumi szakemberek, egyházi tisztségviselők és Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes RMDSZ elnök jelenlétében történt, aki a maga rendjén mély elismerése mellett az aradi elöljárók munkája iránt megígérte, hogy hasonló, nemzeti kultúrákat áthidaló és összekötő vállalásokban Románia kormánya a továbbiakban is minden kellő segítséget biztosítani fog. Ha most már ugye falra kerültek, visszakerült a képtár a kultúrpalotába, én csak azt mondhatom, vagy azt kérhetem mindenkitől, hogy jöjjenek és nézzék meg. Ez Feszti Árpádnak a második legnagyobb képe, és nem csak Feszti van itt kiállítva. Munkácsi képek, Benszúr, Lotz, Tanmór, Wagner, csodálatos, Lichtenmeier ugye hát most került fel. És ebben az új kiállításban van egy kabinetszerű portré sorozat is, amik javarészt ugye aradi híres embereknek a képmásai, ugye falon van újra Acél Péter, a legendás polgármester és főispán, de falon van ugye Fábián Gábor és felesége Telbisz Franciska, és még sokan mások.